Jó estét kívánok az Universitas Televízió nézőinek! 22. alkalommal rendezték meg Pécs és Szeged között a finis futóversenyt. Nézzük, milyen eredmény született. Te voltál a pécsi csapat befutó versenyzője. Hogy hívnak, és hol tanulsz? Én a Ranka Szernő vagyok, és a EPT természettudományi karának földrajz szakán tanulok. Hát szerintem idén is megnyerjük, csak bizakodni tudok. Nagyon nagy élmény ez, azt hiszem, mindenünk számára. És az, hogy én voltam a befutó, tavaly is én voltam a befutó. Erre csak ezt tudom mondani, úgyhogy... Te, mint nem testnevelés szakos, hol sportolsz, hogy egy ilyen versenyre eljöttél? Hát én tájfutó vagyok, a PVSK tájfutó szakosztályának vezetője vagyok, és felnőtt első osztályú válogatott voltam 3 évig, szóval ezek közöm sporthoz, meg a futáshoz. Milyen időt futottatok? Jobbat-e, mint tavaly? Azt nem tudnám megmondani. Talán egy kicsikét gyengébb volt a csapat, mint tavaly, de nyerünk. Milyen a hangulat egy ilyen versenyen? Szuper, azt csak ki kell próbálni egyszer, és akkor az ember meglátja. További jó kondizást, versenyzést kívánok! Köszönöm, jövőre is nyerni fogunk. 94-es finis végeredményét, a pécsi, elnézést, a szegedi csapat eredménye 10 óra, 33 perc, 7 másodperc. A pécsi csapat eredménye... Szép volt Szeged! Szép volt Szeged! Szép volt Szeged! Szép volt Szeged! Pécsi csapat eredménye 10 óra, 7 perc, 40 másodperc. Bemutatom Karsai Istvánt, a Janus Pannonius Tudományegyetem természettudományikkal testnevelés tanszékének tanárát, a finis főszervezőjét. Mi is ez a verseny? Ez a verseny a Szeged és Pécsi, most már mondhatom, egyetemek közötti, régebben ugye tanárképző főiskolának hívták ezeket az intézményeket. Egy közúti váltófutó verseny, amely idén 12. alkalommal került megrendezésre. A táv közel 180 kilométer, amit váltó rendszerben teljesítenek a hallgatók tulajdonképpen, mert egyetemi hallgatókról van szó. Zömében testnevelés szakosak, de megtalálhatók itt biológusok, fizikusok, esztéták, és tulajdonképpen az egész paletta az egyetemi életből képviselteti magát. Azok természetesen, akik valamilyen sportmúlttal rendelkeznek, hiszen az eredmények azt mutatják, hogy 3 perc, 30 másodpercnél hosszabb kilométeres részidők nem nagyon vannak, ami azt jelenti, hogy ezek tulajdonképpen már komoly futó teljesítménynek számítanak. Hát végül is egyetemi szinten, mondjuk nem világversenyeket veszünk alapul, ugye itt az egyetemisták az egyéb terhelések mellett edzéseket is végeznek, és azt, hogy ezt a szintet tudják tartani, azért szép eredmény. Egy versenyző hány kilométert fut? Most el kell mondani, 40 főből áll egy csapat, 25 fiú és 15 lány alkot egy csapatot. A fiúk 5 kilométert futnak, egyszer 3 kilométert, egyszer 2 kilométert, a lányok pedig kétszer 2 kilométert kell, hogy teljesítsenek. Az előzetes eredményhirdetés már megtörtént. Mi lett az eredmény? A pécsi csapat sikerét hozta, közel 26 perces előnyt sikerült szerezni a 180 kilométeres távon. Ez igen jó eredménynek számít, hiszen az utóbbi években 1-2 perces eltérések voltak csak a két csapat között. Most itt két dolog jöhet szóba, vagy az, hogy a szegediek most nem tudtak olyan csapatot kiállítani, vagy a másik, ami valószínűbb, hogy a pécsi csapat nagyon jó gárdával tudott kiállni, ami köszönhető annak, hogy
az elmúlt években beindult egyetemi szak, szakra jelentkezettek között komolyabban fölkészült, tehát jobb képességű emberek találhatók, és így könnyebb volt a csapatot összeállítani. Miért éppen Pécs és Szeged között van ez a futóverseny? 12 évvel ezelőttre nyúlik vissza a történet. Akkor még nem dolgoztam itt a Pécsi Egyetemen, de a történet a következő: két atléta fiú agyában kipattant az ötlet, hogy mi lenne, hogyha csinálnának egy Pécs-Szeged közötti futóversenyt, és az ötletet megvalósítás követte. Akkor még úgy csinálták, hogy a pécsiek Pécsről indultak, a szegediek Szegedről indultak. Körülbelül Bajánál találkoztak félúton, és telefonon mondták be a csapat eredményét, és így került sor tulajdonképpen hogy derült ki, hogy kinyerte meg a versenyt. Ezt a rendszert azt hiszem, hogy 5 éve változtattuk meg úgy, hogy egy helyről indul a két csapat, ugyanis így kézzelfoghatóbb az eredmény, mikor a két csapat, hát nem test-test mellett, mert fél órás különbséggel indul, de tulajdonképpen nagyon közel van egymáshoz a két csapat. Sokkal jobb a kommunikációs lehetőség egymással, és ugye az eredményhirdetés is a nagy fáradtságot követelő, hiszen több mint 10 órás utazásról és futásról van szó, az ünneplés tulajdonképpen közösen történik, ami, hogy mondjam, egy igen fontos aktus ennek a finisnek. Tehát a futás után a megérdemelt jutalom, ami az egyetemi élethez ugyanúgy hozzátartozik, mint a komoly esetleg sportteljesítmény vagy egyéb teljesítmény. Úgy látom, nagyon jó a hangulat egy ilyen versenynek. Igen, ennek gyakorlatilag kialakult milliója van, mert mindig van olyan versenyző, aki az előző években is részt vett, és tudja, hogy néz ki egy igazi finis verseny, és akik olyanan kapcsolódnak be, ők is fölveszik ezt a szurkolási módot, ezt a közösségért való, 40 ember együtt fut, együtt dolgozik, hogyha egy ember itt lemarad, vagy nem a legjobbját nyújtja, akkor az a 40 embernek a sikerét ronthatja el, és ezt, tehát a 40 ember közösen érje el tulajdonképpen, hiszen azokon a filmkockákon, amiket megörökítettetek, azt hiszem rajta van, hogy biciklis kísérős, a távok utolsó néhány száz métereit szinte szugerálva mellettük futó emberek a lehető legjobb eredményt tudják kihúzni az emberekből. Gratulálok ez a nagyon szép sikerhez. Köszönjük szépen, és megpróbáljuk jövőre is. Idén az április 18-át követő héten rendezték meg a Janus Pannonius Tudományegyetemen a második bölcsésznapokat. A hallgatók sok színvonalas program közül válogathattak. A rendezvénysorozat a nevelési központban megrendezett bölcsészbállal fejeződött be, amelyen a zsűrizenekar játszott, és amelynek meghívott sztárvendége Somló Tamás volt. A Janus Pannonius Tudományegyetemen alakult egy zenekar, nevük zsűri. Te vagy a vezetőjük. Kit tiszteletek benned? Bókai Zoltán vagyok. Itt vagyok. Kik a zenekar tagjai? Gregorovics Tamás énekel, énektanszék hallgatója negyedéves. Kéglő András, Macia basszusgitáros, évfolyamtársam, ő másodéves egyetemista. Hoppá Péter Tamás a szakítósgitáron játszik is. Szintetizátoron. Én vagyok Bókai Zoltán, amit már mondtam, és szintetizátoron játszom, én vagyok a billentyűs. Bánki Géza a dobosunk, ő zenészeti főiskolán végzett, és most jelenleg zeniskolai tanárként dolgozik. És van egy új tagunk, Juhász Kornél, ő gitáros, és nagyon hangzott, nagyon hiányzott az a hangzása a zenekarból, amivel ő el tudott robbanni. Mikor és hogyan jött létre a zenekar? 93-as bölcsésznapok alkalmából jöttünk össze, az volt az első meghívásunk. A koncert előtt egy nappal született a nevünk, hogy Gyűri. Ennek legendája van, nem hiszem, hogy elmesélném. Nem hiszem, hogy érdekelni a tisztelt különbséget. Engem érdekelne. Hát a Gregorovics Tamás, a énekesünk indult, aki mit tudom. Egy számból. Jelen a Jézus Superstarból. És hát a Gyűri azt mondta, hogy ő nem tud énekelni. Én nagyon dühös voltam, mert szerintem ez nem volt igaz, és az összes feliratot a székekről zsűri leszettem, és kiraktam az autóm elejére. És akkor nézték, hogy miért zsűri, és így jöttem. Nagyon jó, hogy elmondtad, mert szerintem sokakban felmerült a kérdés, vajon miért zsűri a zenekar neve. Milyen zenét játszotok? Amit úgy gondolunk, hogy az országban az elit,
Presser Gábor is EGT-hez tartozó anyagok. A V-motoroktól és Demian Ferenctől játszunk észtet, játszunk V-motorokat, és az EGT is mondok rá. Itt az egyetlen nagy sikernek örvendetek. Játszatok elég kicsit, hogy idegen mások? Eddig nem volt rá alkalom. Idegen játszottunk, de az is egy javában tölt, erőtökösen. Szintén Pécs egyetemisták voltak. Várjuk mindenhonnan meghívásokat, főleg az egyetemi kluboktól. Eddig még nem került rá sor, illetve egy, de az vissza kellett mondanunk sajnos idő hiány. A Bölcsészgúj meghívott vendége Somló Tamás. Milyen vele zenélni? Nagyon jó. Az a hang fantasztikus, ahogy ő megszólal. Nem vagyunk persze összeszokva, így akkor adódnak be akik, de hát ez a koncertzenében benne van. Mi lesz azután, hogyha valakit érni egyetemet? Nem lehet tudni. Szerek vannak? Hát tervek vannak, de pénz hiány minden bukik sajnos. És hát koncertet adnánk ki a zenek a saját számaiból, de hát a stúdió felvételére közel sincsen pénzünk, és sok mozata van. Sok szeretettel üdvözöllek itt Pécset az egyetemisták körében. Hogyan fogadtad a meghívást? Köszönettel. A telefonon kaptam a meghívást és a felhívást, és örömmel és boldogan jöttem, mert ha meghallottam, hogy egy zenekar, egyetemistákból álló zenekar, ilyen lokomotív feltámasztás és omega feltámasztáson dolgozik. Szóval nem is hittem volna, hogy ennyire profi megvannak, ki vannak munkával dalok. Úgyhogy tulajdonképpen én csak itt, hogy mondjam, egy táncos vagyok a képben. De boldogan jöttem, és állítólag lesz még valamikor augusztusban egy buli, amire ugyanebben a zenekarra valószínűleg fel fogok lépni. Ők egy évvel ezelőtt léptek föl itt először, és óriási sikert arattak. Azt hiszem, nagyon divik még most is a zenétek. Mivel foglalkozol? Illetve az LGT megszűnése után mihez kezdtél? Hát az LGT megszűnése után mindenki elkezdett egy ilyen úgynevezett saját pályamódosítást, és szóval mindenki egy önálló emberé vált, és én próbálkoztam, csináltam egy önálló lemezt, egy önálló albumot, aminek különösebb visszhangja nem volt, mert egy diszkréten adta ki a kiadóm, és hát az elmúlt másfél év, mióta ez megjelent, és most szeretnék csinálni ennek kapcsán egy ilyen turnét, amit Bence Attila barátom szervez Szigetváról, itt van a háttérben mögöttem. És ő egy szimpatizátorom és támogatom, és szóval ő szervezte ezt az egész országos turnét, ami az a címe, láthatok azt hiszem, a kinoplakázat, a Songo és a Max. És ez a Max együttes, ők azokból a zenészekből állnak a zömmel, akik a Rózsi, Demi Rózsinak a lemezeit készítik. És miután ebben a stúdióban csináltam én is a múltkori önálló lemezemet, hogy összebarátkoztunk, és ők is csináltuk ezzel a saját lemezt, és ezt most ők is, meg én is szeretnénk itt turnén bemutatni. Változott a stílusokat? Nem tudom. Stílusom ugyanilyen akkor is,
zenei stílus. Hát amennyire a kor változik, gondolom minden zenész magára szerint egy kis tapasztalatot, rutint, meg ráncokat, meg hangokat. Tehát amennyiben lehet, halad az ember fül a korral, és biztos, hogy egy picit modernebb hangszerelés, meg hangzás hallható, de végül is az egésznek a lényeg ugyanaz, ami kezdetén a zene. Én az Universitas Televíziótól vagyok, hogy egy kicsit a pécsieknek reklámot csináljak. Itt ez a zsűri zenekar. Találkoztál-e hasonló kezdeményezéssel az országban, akik a zenéteket játsszák? Ha találkoztam egyetlen egyszer Szegeden egy zenekarral, és nem tudom a nevüket, ez a baj, mert a memóriám az káptalanul rossz. És azt tudom, hogy a Hevese Tamással dolgoztak együtt. Ő is ebben a zenekarban volt, és egy ilyen szegedi gimnáziumi bulin, a szabadtéri színpadon tavaly nyáron meghívtak engem, és akkor ilyen hasonló szövetkezés volt, hogy játszott a zenekar, én meg váratlanul rárontottam a színpadon rájuk, és jól össze-vissza dudáltam a Ringasd el magadat nekik, és de aztán a végén kialakult valami, és egy egész kellemes buli lett. De nem tudom pontosan őket, de viszont ők, amit csinálnak, az kimondottan mívesen meg van tanulva, és ki van munkába, úgyhogy le a kalappal, csak meg ne hallják. Óriási rajongással fogadtak itt az egyetemisták. Köztudott, hogy nagyon sok hangszeren játszol. Megkérdezhetem-e, van-e kedvenc? Hát, hogy mondjam, először is köszönöm a rokon szemet az egyetemistáknak és az egyetemnek. Hát mindenkinek, aki ebben részt vett, és a hangszereim között a legkedvencebb hangszerem az zongora, ami ezzel legkevésbé értek, meg később jöttem rá arra, hogy azt kellett volna forszírozás tanuljak, mert ez a legkomplexebb hangszer. Szóval egy zongorán egyszerűen minden kifejezhető, egy zenekar is megszólaltatható, amíg egy ilyen görbületes szaxofonon, vagy egy hegedű, vagy mit tudom, csak egy hang szól egyszerre. Ez akkor gond tulajdonképpen, amikor az ember gyakorol és fejleszti magát, mert akkor egy ilyen üres hangzás világban egy kicsit üresen hangzik, meg unalmasan hangzik. Amikor zongorát gyakorol valaki, akkor mindjárt kíséri magát a bal kézzel, szóval az egy teljes 10 hang megszólal egyszer, hát 3 hang már egy harmónia, úgyhogy az egy komplex zenekar. De hát majd a fiaimon keresztül bepótolom, hogy kihagytam. Hogy érzed magad itt Pécset? Hogy tetszik Pécs? Hát én nagyon földitekké válok lassan, mert Szigetvár mellett van egy kis tanyám, és nem arrég keletkezett, különben egy évvel ezelőtt, és azt fogom most nyáron valószínűleg kicsit rendbe pofozni. És hát innen nem messze van, azt mondom, 20-25 kilométerre, úgyhogy valószínűleg fogtok engem arra felé látni, meg én is titeket remélem. Akkor még egy kérdés. Mikor lesz ez az időpont, amikor újra láthatunk színpadon itt Pécset? Hát május 9-én leszünk itt Pécsen, ugyanebben a helyiségben, és nagyon nagy szeretettel megvan hívva egész Pécs és Szigetváros környéke. 25. alkalommal bonyolítják le a Játék határok nélkül című nemzetközi sportjáték sorozatot. A magyarországi döntőre ezúttal Pécset kerül sor. Hogy hogyan esett Pécsvárosra a választás? Lássuk a riportokat. A Játék határok nélkül, azaz Európai Rádió és Televízió Szövetség évente lebonyolításra kerülő nemzetközi játék országos döntőjét idén Pécs rendezi meg. Dr. Kripli Zoltán polgármestert kérdezem, hogyan kapta meg Pécsváros a rendezés jogát? Hát úgy, hogy sokat erőlködött, hogy ezt megkapja, miután ennek nagyon erős a reklámhordozó értéke, és alapvetően annak a városnak nagyon jelentős ez az érték, aki az úgynevezett otthont adó város az adott országban sokszor meg tud jelenni, több százmilliós néző sereg előtt. Én úgy láttam, és a közgyűlés is gyakorlatilag, ha jól emlékszem, ellenszavazat nélkül is úgy látta, hogy ki kell használnunk egy ilyen reklám lehetőséget. Hát az egyik oka, a másik pedig az, hogy én azt gondolom, hogy ez kellő vidámságot is tud hozni egy városnak, és hát a harmadik pedig az, hogy itt egyszer volt egy Európa-kánt, tehát annak sem maradt rossz híre, talán ennek még jobb híre marad. És hát azzal ilyen szempontból ellentétben ez azért nagyon széles nézősereget vonz. Szóval ez nem egy réteg kultúra, hanem hát ez egy nagyon mindennapi játék.
nagyon látványos, nagyon szórakoztató, sok embert hoz ide, többek között olyanokat, mint önök, akik kamerákkal vannak, nagy nemzeti tévétársaságoktól, és akik itt lesznek napokig, ami azt jelenti azért, hogy a kamerával a kezükben sok mindent fölvesznek, és ha tetszik nekik, remélem tetszeni fog nekik, akkor ezt megmutatják Olaszországtól Angliáig, Portugáliától Németországig, amivel ismerté és talán látogatottá válhatunk, mint hely, mint város. Mekkora kihívást jelent ez a városnak? Jó nagyot. Szóval, amikor a dombteret kell beépíteni egy ilyennel, akkor a műhelynék felügyelőségtől az áramszolgáltató vállalaton keresztül a potenciális szponzorokon át a gépkocsikat nyújtó szervezetekig, a hova beverhető szögekig, a ki hol fog tudni közlekedni, rengeteg kérdést vet föl, és általában mindegyik odáig jut el, hogy akkor inkább nem itt lesz a játék, és akkor mégiscsak meg lehet oldani a problémát, de amint az megoldódott, két másik hasonló fog keletkezni. Szóval ez számtalan tevékenységet, sok konfliktust és nagyon sok munkát foglal magában. Mennyire fontos, hogy esetleg Pécs város nyerje meg az országos döntőt? Hát most itt ezen a pályán vagyunk, ahol a kiválasztás történik, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül fontos, de mindig azt szokták mondani, hogy a részvétel a fontos. Én azt tartottam fontosnak, hogy vegyünk részt rajta, azt még inkább fontosnak tartottam, hogy otthont adó városként vegyünk részt rajta, mert hogy ennek van egy nagyobb kivetülési reklámértéke. Hát azért szép lenne, ha megnyernénk. Reméljük, itt mind olyanok választódnak ki, akik ezt majd meg is tudják csinálni, de ha nem, hát akkor nem. Szóval ez azért nem egy csapás. Nem a győzelem, tényleg ennek nem elsősorban a győzelem a célja. Azért jó lenne. A pécsi csapat versenyzőit április 26-án választották ki a Janus Pannonius Tudományegyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézet közreműködésével. A tanszék vezető helyettese dr. Prisztóka Gyöngyvér. Miért éppen önöket kérték fel a pécsi versenyzők kiválasztására? Felkérést kaptunk Pécs polgármesterétől és az önkormányzati hivataltól arra, hogy lehetőség szerint szakmai hozzáértésünkkel segítsük ezt a nemzetközi televíziós játékfesztivált, és örömmel gondoltuk, hogy eleget teszünk ennek a feladatnak. Kik pályázhattak a csapatba kerülésre? Csapatba kerülésre 18. életévüket betöltött fiatalok, akiknek egészségi állapota, fizikai felkészültsége lehetővé teszi a versenyen való szereplést. Azon kívül pécsi lakosnak, illetve Pécset idéglenes lakcímmel rendelkezőnek kellett lenni a jelentkezőnek. Végül is kik lesznek a pécsi csapattagok? Meg kell mondjam, hogy elég nagy érdeklődés kísérte ezt a fordulót, már a kiválasztás fordulóját. 60-80 fő jelentkezett, zömében testnevelés szakos hallgatóink jártak az élen, de volt hallgatóink, gyakorló testnevelő tanárok, edzők is szép számmal megjelentek a felvételin. Ki lesz a csapat edzője? Erre nem tudok választ adni. A csapat edzőjének ugyanúgy pályáznia kellett, mint a csapat tagoknak, és még az önkormányzat nem hozta nyilvánosságra, ki nyerte el ezt a pályázatot. Milyen feladatokat kellett végrehajtani a versenyzőknek? Próbáltunk olyan feladatokat keresni, amelyek a fizikai felkészültségen túl a leleményességet, a bátorságot és az ügyességet mérték. Ennek megfelelően többfajta feladatot kellett teljesíteniük. Az atlétika pályán 100 métert futottak többet labdával a hónuk alatt, a tornateremben fiúk függeszkedtek, a lányok kötelet másztak nehezített körülmények között. A játékteremben pedig kézilabdával kellett kosárlabdára dobni egy meghatározott pontról, az uszodában pedig víz alatti feladatokat, tájfelhozást kellett végrehajtaniuk. Mikor és hol lesz a játék első fordulója? A játék pécsi magyarországi fordulója ez év június 30-a és július 4-e között kerül lebonyolításra. Az egyenes adás és az élesbe menő verseny július 3-án lesz. És hol itt Pécsett? Itt Pécsett, a Székesegyház előtti Szent István téren. Hány fordulót kell megnyerni a pécsieknek, hogy a döntőbe kerüljenek? Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy hazai pályán ezt az egyetlen fordulót kellene megnyernünk ahhoz, hogy Cardiffban, Walesben részt tudjunk venni a döntőn. Milyen eredményt várnak el a pécsiektől? Természetesen csak az első helyen lennénk teljesen elégedettek, de meg kell mondjam, hogy eléggé nehéz feladatok lesznek, az ellenfelet nem ismerjük, a pályát nem ismerjük, úgyhogy a felkészülésben próbálunk mindent megtenni azért, hogy megnyerjük ezt a fordulót. Hányan versenyeznek egy csapatban? 4 férfi és 4 nő van a csapatban, ezen kívül a pécsieknek plusz egy csapatot, egy úgynevezett demonstrátori csapatot kell kiállítania, ami azt jelenti, hogy a verseny előtti napon mutatják be az ideérkező csapatoknak a feladatokat, és akkor lehet megismerkedni ezekkel.
Mikor kezdik el a felkészülést? Már megkezdtük a felkészülést, értesítettük azokat a jelentkezőket, akik bekerültek a bő keretbe, és a napokban már folynak a különféle edzések. Nagyon sok sikert kívánok! Köszönjük szépen! Legközelebb 2 hét múlva jelentkezik újra az Univerzitás Televízió. Viszontlátásra!